közzé tette az M44-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszának közbeszerzését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, a Tenders Electronic Daily, vagyis az európai közbeszerzéseknek szentelt felületen látható kiírás szerint a gyorsforgalmi út záró projektjében 32,3 km-en épül út Szent Király és Kecskemét között, ezzel ez lesz az M44-es legnyugatibb szakasza, amely nagy köröst is eléri. A közbeszerzésben részprojektek is vannak, a beruházásban létrejön majd az ötös fő főútnál egy turbó körforgalmú csomópont, a 441-es főútnál egy külön szintű csomópont, egy egyszerű kétoldali pihenőhely és összesen 14 darab műtárgy. Ezek a négysávos út átvezetését szolgáló hidak, felüljárók vagy aluljárók. A szakasz megvalósítása csatlakozik az építés alatt lévő Szent Király lakitelek szakaszhoz, amit a kivitelező 4,6 kilométeren készít. Emellett szintén folyamatban van a lakitelek és Tiszakült közötti új Tisza hiddal létrejövő szakasz is, mint egy 10 a Tisza Békéscsaba és Békés Csaba közötti 80 kilométeren ugyanakkor már négy sávon autózhatunk. Mint ismeretes, az M44-es célja, hogy Békés Csabát bekösse a gyorsforgalmi hálózatba azzal, hogy az M5-ös autópályát összeköti a várossal.